Na, sziasztok! Elhoztam nektek a prémium vidat, 8.0-ás tank, ugye van rajta egy darab 12-7-es M2 HB géppuska, 600 lőszere és egy 155 mm-es CN98-as ágyú, 48 darab lőszere, brutális ez akkorát üt, ez a milyen hosszú 6,5 másodperces töltéssel, 40x35x35-ös páncéllal, toronypáncél 35 mm, gyakorlatilag ezen a szinten mindenki ki fog vinni. Egy lőszerben még pedig azért, mert a tornyodban van az összes lőszer, ebből törekedj arra, hogy 16-ot vigyél nagy pályákra, 20-at maximum. És akkor nem lesz baj. Egyébként mindenkinek egy lövés leszel nagy átlagba. Ugye 48 tonna a tankezelőr és motorhajtja, és 67 km/h-val tud menni. Ez azon a szinten egy borzasztó jó sebesség. Ugye prémium létén nem egy olcsó tank, de hát nézzük, hogy mit kapunk érte. Kapsz éjjellátót, ugye lézeres távolságmérőt, ez ugye a termálkamera, mindenkit fogsz látni a termálba, 8.0-ban nagyon kevés tanknak van, te leszel ott az Über király császár. Van egy M107-es repeszgránátja, 61 mm-t üt, van füstgránátja, van helikopterekre egy M107-es repeszgránát közelségi gyújtóval, ez is 61 mm-t üt, 580 méter per szekundumban, és van neki egy 155 mm-es OE F3 lőszere, ez 44 kg, 935-tel repül, méter per szekundumban persze. TNT a robbanóanyaga tömege 9 kg, a robbanóanyag tömege, úgyhogy ezzel, ha eltalálod a torony tetejét, akkor azonnal vége a tanknak. Nem kell nagyon célozni vele, mindig kiviszi, ugyanúgy 61 mm minden távolságra. Ez beüti felülről a tankot, és vége. Na nézzük meg egy menetben, hogy mit tud a tank. Nagyon jó tank, én ajánlom betározni, én is be fogom majd tározni. Úgyhogy nézzük meg, milyen a menetben. Bum, last stop. Megpróbálunk oda belőni neki. Nice! Na hát igen, kérem szépen, elvalóz a tank. De jó, hogy pont bedőlt elém a fa. Szeretem az ilyet. Igen, a toronyforgását az borzasztóan meg kell szokni. Nagyon kevés van neki. Másodperc. Bár lehet jobb lett volna az ára elmenni. És ott széjjel nézni. Odasztóan megszokós ez a tank. Ugye tényleg nagyon ki kell tudni használni azt, hogy van termód, másnak meg nincs. Tehát se szabott szemmel kell, hogy kiszúrjanak. Hát én most nem próbálok előre menni.
És pont kivágta a BMP-t. Rálőttem volna. De onnan talán, mintha még lőtt volna valaki. Gyerekek. Last stop. Kicsit fentebb célzunk, és akkor elméletileg berobban a tornya. Nem biztos, hogy lát minket. Snipe-oljuk. No! Övidar forever. Hát igen, igen. Akkor van termó, meg lézeres távolságmérő, meg ilyen finom hacukák. Akkor nem egy egyszerű dolgát játszani. Hajzánkodik. Lehet használni egyébként közelre is fel a távolságmérőt, messze is használni, így sem túl, inkább használd közelre is, hogy még pontosabban tudjál lőni. Mert valószínűleg majd a mauzolák vannak jönni. Most tudok kell figyelni, hogy a ki ne bombázzanak minket. Van egy 3-0-ánk. Még az állígósokat nem csináltam. Csak ugyanunk a tankra, amire való. Hát nagy távolságukból. Csak hogy még így az ellenfelet. Szépen kivették.
micsoda? Talán, hogyha itt meglőjük a csőnél. Hát de... Mi van? Hova lősz, haver? Így a vége fele kimozgatni a tankot. Nyilván, hogyha most hátul kempelek vele, akkor nem lett volna ez. Úgyhogy igazániból itt a tank, ha mutattam nektek, ezt tudja, így kell vele játszani. Nagyon kempelsz és táborban támogatod a csapatot, kihasználod a termoatta lehetőségeket. Köszönöm szépen, hogyha lájkoljátok és megosztjátok a videót. Twitch-en várlak titeket HKS Delvin néven, ott pedig, mint tudjátok, borzasztó nagy bulikat szoktunk csapni a Bartendőrbe. Úgyhogy köszönöm a támogatásokat és sziasztok!